Évek óta ismételgetem a Karolj föl egy családot, programot, kérést. Annyi emberi fájdalommal, szenvedéssel találkozunk, kiszolgáltatott helyzetű gyerekekkel, családokkal. Minden problémát nem tudunk megoldani, de úgy gondolom, hogy egy családon tudunk segíteni. Sokféle módja van ennek. A legegyszerűbb az, hogy kapcsolatot veszünk föl egymással, meglátogatjuk őket, segítünk a gyerekek tanulásában, esetleg munkahelyteremtésben, és a közös nyaralást is, talán kirándulást is meg lehet oldani. Az utóbbi hetekben egyre inkább foglalkoztat most már egy konkrétabb feladat is, amikor bajba jutott családokkal találkozom, akiknek a lakhatásuk jelent problémát. És hogy visszagondolok az elmúlt évekre, évtizedekre, és látom naponta is a falvakat járva, hogy ott állnak üresen házak. Évek alatt csak pusztul, csak romlik. Hogy örökségül kapta valaki, vagy már kihaltak a egykori lakói, nem tudjuk. De olyan nagy dolog lenne, hogyha valaki, akinek megmozdul a szíve, a lelke, és aki rácsodálkozna arra, hogy tulajdonképpen csak annyit kellene, hogy odaadja azt a üresen álló házat, vagy kertet, akik olyanoknak, akik örülnének, hogy végre van otthonuk, és segíteni őket, hogy megműveljék azt a kertet, segíteni őket, hogy tudjanak magukról gondoskodni, az induláshoz segíteni őket. Valami nagyon nagy ajándéknak tartanám. Hát ma most erre hívok mindenkit, Karolj föl egy családot, de már így, hogy akinek van jó szíve, van bátorsága. Talán az egyházon keresztül is, tudom, hogy nagy gondot vállalunk ezzel magunkra, hogyha valaki az egyházra hagyná örökségként az üresen álló házát, hogy továbbadhatnánk, vagy közvetlenül önkormányzatokon keresztül, mindegy. Csak maga a szándék, hogy segítsünk. És azt hiszem, hogy a jutalom ott van mindenkinek a lelkében, annak a tudata, annak az öröme, hogy én valakinek életlehetőséget adtam.